Közeledik a halottak napja, amikor a temetőkben, a sírokon koszorúk és gyertyafények jelzik, hogy az elhunytakra ilyenkor is gondolnak. A gyász feldolgozása ugyanakkor egyéntől függő, hiszen mindenki máshogy próbálja megőrizni szerettei emlékét. A halottak napja kapcsán minden gyász felerősödik, akár frissebb, akár évekkel korábbi, és nagyon sokszor azt látjuk, hogy főleg, hogyha egy régebbi veszteségről beszélünk, hogy a gyászoló már nem meri a környezetét terhelni, mert el van bagatelizálva az egész, hogy neked ezen már túl kéne lenned, de ettől a nehéz érzések még ott vannak. Szombathelyen is csatlakoztak ahhoz az országos hálózathoz, amely a gyászfeldolgozásért, illetve a gyásszal kapcsolatos érzések kezelésében próbál segíteni. Az elvesztett szerettekhez való kötődést, fájdalmat próbálja meg az Egyesület kis csoportos foglalkozás keretében oldani a résztvevőkben. Ez egy önsegítő gyászcsoport, ahol igazából a csoport tagok nyújtják egymásnak a segítséget a megosztásaikon keresztül, és mi, mint gyászcsoportvezetők, igazából moderálni vagyunk ott, hogy senki ne sérüljön tovább, hogy semmiképpen ne hangozhassanak el bántó, sértő megjegyzések, hanem valóban egy segítés legyen, egy új kapcsolati háló kiépítésére törekszünk, hogy a gyászolók ezáltal a gyógyulás útjára léphessenek, és új perspektívába helyezhessék a veszteségüket, hogy mi az, amit nyertek esetleg a veszteség által. Az önsegítő gyászcsoport foglalkozásokat a tervek szerint legfeljebb 10 fővel tartják. A közös beszélgetések mellett tematikus feladatokat oldhatnak meg az érdeklődők. Naplóvezetés, levél az elhunythoz, mind segít oldani a gátat, és a szabad választást és döntést tiszteletben tartva a lelki sebeket nem szükséges feltárni a csoporttagok előtt. Az önsegítő gyászcsoport első foglalkozását november 8-án tartják, további részleteket az Egyesület Facebook oldalán találnak.